Hello mindenkinek! Én vagyok Ne az. találjátok ki, hogy ki vagyok. És egyből elerett az eső. Azt Igen. később indítottam a felvételt, mert elfelejtettem, hogy a csillagra állítottam a bombot. Ja igen, ez a szívas módszer. Na, nem arról volt szó, hogy most költözünk, szerintem, de... De igazából arról. Én meg gyorsan elmondom, hogy a utolsó részben panaszkodtam arról, hogy itt van nálam ez a Real Might kardocska. És hogyha én ilyen blokk üzemmódot kapcsolom, akkor azt írja, hogy használtam egyet. És akkor, hogy az milyen hülyeség. Aztán most rájöttem, hogy felhílelem vele magamat, fél szíveskét, egy használattal, szóval így... És azt mondják a kommentekben, hogy gyűjtsünk inkszeket, mert abból rohadt jó páncért lehet csinálni. Bizony. Ezt meg is nézem igazából. Is jobbat lehet. De mondjuk ez milyen logika? Nem tudom. Tinta armor, nem? Mivel hogy csillagon van a... nekem a felvételmód, múltkor, mit csináltam? Mondjad. Számológépet használtam, és úgy szoktam, hogy nem az egérrel, hanem itt ugyebár a numerikus billentyűzettel. Azt, hát baszod, azt, vagy 60 percnyit felvettem az asztalomról. Na, nekem is szokott ajánlani, mert én meg a veszélyre állítottam. Ez hol van? Istenleg lehet. Mi a neve? Kraken, tudsz, Kraken dolgok. Az... Kraken, csak de már befagyott nekem, mert hogy itt mindenki egy helyben állt, azt várom, hogy kifagyjon, vagy valami. Ó, jaj, nézzétek egy havasbályot. Jaj, de többen milyen sok minden kell már. Mennyi erre az esély, őszintén? Két legszarabb egymás mellett. Bizony, mindzé, van mit tudom én hány bajom, és pont azt a kettőt kapjuk, amiről minden egyes guide azt mondja, hogy kerüljük el nagyon. Igen, tehát ez a keep out, menj innen, veszélyes, takarodj, tehát... Megy rátok egy jungle drum kicks. Már megszoktam őket. Ó, itt egy jeges. Ott egy Glakon, Geti. Glakon, ezt meg akarom ölni, kíváncsi vagyok, mit dob. Júj, engem itt nem szeretne. Közös erővel leszedjük. Közös erővel gyerünk. Au. Au. Oké, itt fogok meghalni. Nem? Oké. Uralom a helyzetet. Aha. Na, mit dobott? XP. Fogalmam sincs, mindjárt megnézem, csak ki jó. Fogalmam sincs. Jó, mindjárt. Ők kaját szedjünk már nagyon gyorsan. Fehér gomba. Oké. Okay. Ez mi? Áááá, frost! Ne! Meghalok! Oké, okay, ez tényleg egy veszélyes, ahogy látom. Az egy hatalmas spider web. Az egy hatalmas pénisz? Ja, nem. Oké. Okay. Tűnjünk ki. Az egy hatalmas gyorsan. Spider web, ami köpköd. Igen, tényleg ott van. Na jó, hát akkor elkerüljük. Közben megnézem, mire jó a white mushroom. Oh, Bálint, gyere majd elit. Mini pizzát lehet bőle csinálni, oké. Okay. Egész jó. Gyertek ide, gyertek. Éhezem. Mit szeretnél, Bálint? Gyertek, haladjunk. Dobjál már kaját. Tehenek. Dobjál már kaját, ilyen gazdag vagy. Nincs több kaján, nem tudom mit rölted. Kimenjünk a mezőre? Menjünk itt, itt van tehén? Legyapjuk. Igen, én is rájuk megyek. Jó. Na én küldöm, ne? Peti, te meg szedd össze a kaját. És sikerült. Azt hiszi, vagy meg nem is. Hát nem én voltam, nem is ütöttek meg senki. Nem ütöttél meg, csak hogy ott bemész elém meg minden. Ez sem probléma. Az előző részben sokat káromkodtunk, most lehet ezt kicsit mellőzni kéne, most egy kicsit kultúrátok. Trust me, I'm an engineer. Rakjuk. Össze? Jól van, bázom neki. Csomó pig. Egész jó. Akkor én azt mondom, hogy maradjunk itt ezen a részen. You are half English, szivacs. Hogy mit? Hát, csomó pig. Igen, nem néha, mondom, néha összeszavakat a keverem angollal. Úgy imádom, amikor van valami sorozatot, fuck you! Amúgy nem tudom, hogy ezt bemondjam-e. Illetve miért nem mondjam. Nyáron el fogok kezdeni egy angol csatornát, amikor lesz is időm. Csak nem fogom elmondani a címét, mert akkor mindenki fog oda jönni, és én azt hiszem szeretném. Mert az angol related lesz 100%-osan. De azért nekem majd megadod? Hát jó csak neked, de... Én most veszem észre, hogy már nem is tudom gyűjteni ezeket a szarokat mióta. Húst, pedig itt amióta anyád pilóta. Na. Ja. Nekem meg a kardom használhatatlan, vagy csak én nem sebzem ezt a malacot? Te meg mi vagy? Kiklopsz. Kiklop, okay. Meg ne támad. Ja, de az alapból izé, sütjú. Ráadásul 400 a HP-je, úgyhogy menjünk. Gyertek ide sütögetni. Grill party van. Az jó.
Le kéne pakolni valahova, mert nekem én el vagyok konkrétan. Akkor gyere ide. De most semmi közepén, kezdjünk el munkálkodni mindennel. Menjünk be abba a barlangba? Menjünk be. Az, ja nem, jó van. Csak Chunkerról vagy mi az Isten volt. De egyébként, ez vas. Das ist vas. Például ezt a helyet ki lehetne alakítani egy háznak, de ez csak tipp. Mit éljünk a semmi közepén? Jó ötlet. Hát ez biztonságos legalább. Valaki adjon már nekem fákat, mert nem tudom, gyertek már ide bányászni. Bányászni, hát most mindent szeretnék, csak egyenlőre nem azt. Majd idővel most. Bálint először a rabszolgánk. Telepedjünk le, nem? Valahova. Most jó, építjük szerintem. Itt is egy várat, építjük várat. Oké. Okay. De Cobblestone várat, jó rondát, én olyanokat majd úgy szeretek mostanaság építeni, de komoly kreatívba is nekiálltam, azt építettem egy ronda várat. És örültél neki? Nagyon van. Elégedett voltál. Na én utólagos beleegyezésetekkel kijelölök egy helyet, ahol lesz a ház. Akár tetszik, elfogadom. Akár nem. Ez most így van. Diktatúra, sajnálom. Hát jó van, hát te hozod nekünk a feliratkozókat, úgyhogy. Igen, most elkezdek itt dolgokat csinálni, aztán majd lesz. Van egy ötletem. Minek égítesz? Égítesz? Égetesz? Igen, szerintem is csak elpazaroltál 16 fát. Jó, gyémántunk is van, te jó Isten. Real might-od van, mert nekem is kéne valami pánc. Hát egy egész real might-om van. Peti? Nope. Ez a Jungle Shards, meg Frozen Shards. Ezek amúgy jók, mert lehet belőlük mindenféle királyságot csinálni. Infinite Uses. Oh! Azt a rohadt. Mi ez a Blue Fire, az hogy lehet? Kék tűz. Kék tűz, no. Blue Fire Stone. Már abból akkor lehetne olyan armort csinálni, amitől tudsz repülni. Na. Ez olyan vicces volt így, abból, na mindegy. Megakadtál, Herr Szivacs, csak gyorsan folytattad mondani valódat, és annyian nem volt feltűnő. Ja. Üzzétek, ma felállt a németből. Partnerem, jó, szeretnék egy Frost Swordot, szóval most elmegyek. Bocsánat, hogy beleszóltam, direkt volt. Ezért ketten feleltünk, és akkor mondja a gyerek egy fél perc után, így megkaptuk a témakört, és akkor így gondolkodik. Legyen karó! Ez mely szinger, azt mondja? Farkas úr? Mondom. Ó, ezt nem így terveztem. Legyen ötös. Na, de én már küzdeni kellett, de végül csak hármas lett. Azt mert lopat se tanultam. Hát, itt tölt a kardom. Tessék, Szivacs, kapsz tőlem ilyen ajándékot, hogyha esetleg nagyon bántanának. Akkor dobáld meg őket nagyon. Na, én azt fogom csinálni, hogy visszamegyek erre a helyre, csak előbb húst sütök, és szerzek magamnak Frozen Shardot, és csinálok egy király, hogy hívják az a szart, amit akarok. Frozen Sword. Ez the plan for today. Jó. Én még beloptam kettő vasat, hogy tudjak magamnak kardot csinálni. Remek. Üssünk hús, meg minden. Van nálam akkor... két chest, azokat is lerakom, és akkor pár dolgot. Berakok. Látom azt, hogy Peti szépen rendezi. Ez itt még üres, akkor ide berakok. Elképesztően gyönyörűen rende. Van két real might-om. Most már van három. Na, ez az a baj, hogy ez baromi sok hús, és nem akarom megvárni, még kisül az összes. Építsük mi a házat? Mert ha te addig elmennél bányászni, nem tudom, nekem itt a potétóról jutott eszembe, hogy kéne már valami potétó farm, aztán az valami házikó is kéne. Ó, oh, király van. Akkor én a Frozen Shardokat magamnál tart. Tök jó, hogy mindig elviszed a kurzomer elől, nem tudom kivenni. Peti, jó. Adj nekem is egy kent, engem is érdekel. Anyways. Nope. Jó, négy hús, az már biztos elég. Menjünk vadászni. Muhahaha. De tényleg, követ minek égetsz ki? Egy csurikent adsz, Peti, na Gondoltam, hogy lesz belőle Stone Brick, ami szép és jó alapanyag. Oké. Nincsen már sirukenem, vagy shurikenem, vagy mim, de egy vasból tudsz magadnak kraftolni. Azt hogy kell? Ó, itt egy pókháló. Egy vasból tudsz magadnak kraftolni. Szerinted hogy kell? Még végig mondja a kraftolási receptet? Aha. Egy vashoz? Ah, megvan. Négy ranged damage. Hopp!
Ja, így kell, jó. Ebből csinálok többet. Persze most, amikor már keresem őket, akkor nincsen. Mit keresel, Szivacs, segítsek? Ilyen fagyos lószarokat. Olyan, mint a Jungle Krix, vagy mi a halál, csak fagyos verzióba. Szeretni kéne ágyat, hogy itt legyen a spangolásunk. Yes. Exactly. Jó, mondjuk itt a pintérkép alapján, a Death Point alapján talán meg tudjuk találni. De akkor sem olyan jó dolog az. Na. Téged akkor... nem kereslek. Peti, menjünk el bányászni. Jó, meg utána fát vágni. Jó. A szarok felgyújtották az erdőt. Olyan? Aha. Baj. Sírjunk együtt? Hát. Akkor nem. Nincsen semmi fákjám. Hát kraftol? Baj. Te vannak a kementék szénnel, tehát azt elmondanám. Legalábbis én az összesemet beleraktam. Igen, most fog meghalni a szerver, amikor én így vándorolok össze-vissza, mint egy rendes hülye. Nem gáz. Már megszoktuk. Igen? Mikor volt ilyen? Hát a hosszú éves, tudod, sok játék során már az oh, yes. Megtapasztaltuk. Na bár én szerintem, akkor tiplézzünk valahova. Oda abba a kis lyukba, ahol először voltunk. Mármint ahova én akartalok lecsalogatni. Menjünk. Ez sem néz ki rosszul, itt hol vagy egyébként? Ha, látom ezt a vízbagot. Persze most nincsen ilyenkor jó semmi. Ez. Nincs átlányom, mi oda van? Ja, nekem kéne már rendes kard, mert ez ugye használhatatlan. Aha. Pont azt akarom. Megdobtam. Természetesen nem jönnek. Nem jönnek. Hát ez a shuriken enyhén szóval használhatatlan, tehát olyan szinte fölösleges volt. Mindegy. Gyertek már. Vajon az ilyen szarpók halók is dobnak olyan szart, amit keresek? Gyönyörű volt. Kéne. De az a baj, hogy azok tüzet lőnek és félek. De egyébként olyan teljesen logikus, hogy egy tűzszörny, ami... Vagy mi egy jégszörny, ami tüzet lő. Ja. Fuck logic. Na, Divine Artfield. Ja, fuck logic, this is Minecraft. Ja. Na ott ég az erdő, szóval biztos lesznek. Kinek hány FPS-e van? 41. Szépen. 30. Elég szomorú, de... 59. Aha. Általában én 40 szokott lenni. 45. Én mondjuk általában Minecraftot 60-nal forgatok, csak ez Divine RPG masszív, és nálam van a szerver is, és a Fraps is, szóval így lecseszi az egészet. Mhm. Jó, ez üdös. Engem a csatlan alatt van, valahogy már úgy irítál, nem tudom. Hogyha videón nézed vissza, akkor egyáltalán nem irít, hogyha alacsonyabb az FPS számod, viszont hogyha... Meg csak 80 élete van, ezt le kéne gyűrni. Ha te játszod azt úgy kevesebb FPS-el, akkor engem nagyon irítálni tud. Gyere Bálint. Ne szállj el. Kiszedem a szenet. Én meg a szemed. Ez tök jó, ezt fogom tudni győzni. Ha ez egy béna, ez de jó. Tök repseg. Dobd rá shurikent. Találtam egy ilyen mineshaftot, vagy mit tudod, ahol ilyen dinnyamagot lehet találni. Jó, de jó. Na, van, ez jó, és akkor hát van plusz egy csákányod egyébként, mert igényt tartanék rá, ha van. Mi? Pócsákány? Aha. Egy sincs. Probléma. Majd visszamész és hozol nekem is. Oké, megint felgyújtottam az erdőt. Nem gáz. Ez mit dob? Paradicsom? Astrolt, mit találtam ott? Az valami szörny. Újúj. Dobott hát? Paradicsomot kérem. Piros szépen. Vagy mi az a nem, nem zöld, de... De érted egy repülőt, de nem ér, de zöld. És lehet nem kellett volna egy full armor nélkül lejönni. Ó. Oh. Chestet találtam. Fel, már van is dinnye magom. Bálint, légy szíves, kicsit itt fosszál ki mindent. Én takarodok is vissza az értékekkel. Jó, én is. Megyek oda. Mert már nincs, ennyi már volt. Mindjárt kifogy a csákányom. Az a probléma. Jó, de még lejövünk ide, mert ez nagyon jó. Kis gazdag helynek tűnik. Ezek a frostok nem is tudnak felgyújtani, csak ijeszgetnek.
De sebeznek rendesen. Engem nem. Vagy csak én vagyok túl ügyes, vagy csak ők túl bénák, de engem még nem sebzett meg egy se. Bár én tudod, hogy az Istennek sértetetlenek. Ja, bocsánat. Hát bizony kérj elnézést, mert... Oh, megszólalak pár villámmal. Az. Na most már felgyújtott egy végre. Itt van Rainbow úr. És egyébként találtam még egy ilyen enchantolt könyvet. Ajajajajajajajaj, oké, semmi gond. Ez mit jelent egy enchant könyvnél? Miért írom én ezt ide, várjál? Mutasd. Pont. Az... valami biztonsági. Jaj, csak nem sebződtök vízbe. Jaj, de szomorú. Sikerült két csurikenemet is beléd vágnom, Petikém. Én egy csontváz. Hoppá. Oké, megyek hazafelé, meg valamiért jöttem. És viszek haza paradicsomot. Nem tudom, el lehet-e ültetni. Tomato. Tomato. Na ugye, hogy tomato. Meg lehet enni. Tomátó. Okay, angol tanárom azt mindig ezzel basztatom, hogy my favorite is a food is a pizza with tomato sauce, és akkor hogy... azt mondja, az tomátó! De mondom, az tomato. Hát az annoyingon nincs is megmondta. Tomato! Várj, meg ne hagy. Ujjjjjj, meghalok! Én is. Ah, oké, itt vagyok. Ja, te hílenem magam. Ó, egy Skeleton Command Divine RPG-vel játszunk, és ilyen szánalmas halálod van. Engem is majdnem megölt. Még szerencsé, hogy van ilyen hülye kardom, amivel tudom magam hílelni, ez tök jó. Most már szivacs, hogy nem vagyok szivacs. Hát igen, bizony. Oh, hello. Ja. Van három ilyen Ice Stone-om, amiből most király kardot fog készíteni. Az a baj, hogy éjszaka van. Nem probléma, megoldjuk. Ipari mennyiségű. Dobok egy Shuriken felé... láttam? Nem láttam, de nem talált. Így pff, így szállt el előttem. Ez is. Az is. Ismered az is? Peti? Mi? Nem. Tafuk? Az is itt nem ismered? Valami ukrán énekes, vagy valami is ilyen... Kúristen! Nagyon vicces. Nem hallgatok ukrán zenét, bocsi. De a legjobbak a német számok, valaki hallgatott már német rockot? Én német rappet hallgattam Mindblock címmel. Így Mindblock, Mindblock. Nagyon vicces. Ja, német... benne van a kedvenceink között, majd megmutatom nektek. Német rock az nagyon vicces, amúgy majd mutatok egyet, ami... valami vicces. Ilyen csaj énekel, és ilyen... Borzasztó. Ugye tudod, hogy vannak német nézőid is. Ja. Nem azt mondom, hogy a német emberek szarok, hanem az, hogy a német rock vicces. De ugye tudod, hogy milyen megbántottad őket? Sajnálom. Tízbeldányba kinyomtatok egy... Sorry Germany. Táblát. Igen. De jó. Heil. Aki megint meghalsz, meghalok. Hány percnél járunk? Nincs idő megnézni, de van igazából 18. Lesurikeneztem. Hoppá. És több surikent már nem is csinált, teljesen pazarlás volt. Hát egyébként az. De legalább eldobáltam, hogy te most. Na, én meg ölj. Nem, én meg. Eddig nem ütött belém, ez eddig nagyon jól működik. Oké, okay, megöltem, királyság. Megint dobott fehér gombát. Hey, ma jó formában vagyok. Tetszik. Oké, okay, most ha tényleg megyek haza. Amúgy is a kardom kezd elkopni, szóval. A Kuklox nem támad meg, ugye, ha közel megyek hozzá? Elvileg passzív. Jó, tényleg, helyes. Így fostam volna. Baszki, ránéztem az Endermanusra. Hát, vaspáncélban vagy, nem kell aggódnod. Mi? Vaspáncélban ne aggódj. Na, nekem kell egy ilyen kart most. Jéj! Frost Sword, nézd milyen badass. Nekem meg ugyanolyan van narancsba. Yes. Csak meg egyszer szivacs. Szóval az mit tud? Azt mondja, hogy 5000 használata van, 10-es sebzés,
és 2 másodpercig lelassít. Csak meg egyszer? Ismétlem, csak meg egyszer. Szivacs. Hol? Itt, oké. Okay. Nem bírlak? Oké, okay, megvan. Aha. Nehogy meghalljak már most. Oké, okay, beszállok. Erőt. Ültessünk paradicsomot, lehet ültetni paradicsomot? Ups, eldobtam. Most már az enyém, berakom a okay, farmestusbe. Ich ültetne paradicsome, rizét a Planten, nem tudom, hogy van. Ich planten, ja. Komsz dumit. Olyan jót feleltem, de komolyan így mondja, hogy felvágottat kell vennem a boltba. Mondom, hogy ich möchte kaufen, auf akármi, nem jutott eszembe felvágott. Auf akármi, azt kérek baszod. Auf steht, azt kérek baszod. Na. Azt kérek baszod. Auf, hogy kapatják egyet. Mi az az ice stone? Ilyen aljas sorozatnak szánod egyébként. Mi az, hogy aljas? Hát attól függ. Alpári. Ja. Hát mit tudom én, ilyen After Dark, vagy nem tudom. After Dark, ez mi a fasz? Mindegy. Minden fia vagyok, baszod. Nem baj. Ez a kard, ez jónak tűnik. Viszont van manám, azt valamire el lehet használni? Hát minden bizonnyal igen. Én voltam, bocsi. De most még nem, vagy mi a fasz? Prost Pumpkin, az meg. Hogy lehet Blue Firestone-t szerezni már? Valaki árulja el. Most nincs meg az a tök jó kis survival guide, amiben ezt meg lehet nézni. Bálint. Most is megnyitva telom. Konnyizd meg! Nem vagy valami. Felkészülve. Én is nézek valami fasz a fegyvert magamnak. Várjál, én mit építsek? Valamint ezért fegyvert. Jó, mit csináljunk? Piklops, Pumpkin, házépítés például. Mi a halál vagy te? Ender Spider? Oh! Ender Spider, az meg ezt vágjátok? Mert. Nem láttátok mi? Csak nem. Én láttam. Halucinálsz. Én már láttam. És a hangokat is csak te hallod a fejedben. Ender Spider. Olyan, mint az Enderman, csak egy pók. Oké, most félek. Bármikor itt lehet mögöttem. Paranoia. Oké, semmi gond. Azt hiszem házat építek. Ami baromi ronda lesz, most előre mondom. De... nem az a lényeg. Na én azt fogom csinálni, hogy ilyen... ilyet fogok csinálni. Szerintem, mert ez... ilyet még nem csináltam most. Fagytam? Nem. Jó, csak senki nem mozgott és nem is válaszolt, szóval ez ilyen... Hát mert én éppen nézegettem a világ legjobb íjait, hogy miket lehetne választani. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 8 mondjuk az ilyen jó szám. És... fogalmam sincs mit építsek, mert hogy ezeket hogy lehet építeni. 3, 4, 5, 6, van ilyen Outkitter fragmentünk egyébként. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 4, 6... 7. No, ez hogy jött ki? Nem mindegy, szimmetrikus, szóval nekem megfelel. Ugye szimmetrikus? Valami nincs rendben. Anomáliát észlelek. Szerintem jó. Ó, oh, itt a fragment, önök van. Ja igen, oké. Okay. Jó. A bejárat az mondjuk lesz egyszer itt, meg itt. Igen, most teljesen improvizálok, tehát... Ötjük nincs. Na, nézzük. Ó, oh, szexi. Kérjene egy ásó, és akkor hozok üveget, meg minden, ami vanília. Vágok fát. Hogy csinálok magamnak teljes izét, páncélt? Oh, hello, Ogre. Vagy mi vagy te? Csináltam magamnak teljes páncélt, de még így sem vagyok biztonságban. Miből? Vasból. Csak 3 biztonságot ad egyébként, érdekes. Wow, ez nem is olyan sok. Ja, ahhoz képest, hogy full set. Akkor már érzem, hogy miért gyapnak le ilyen könnyen.
És még nem éreztetem magamat, még mindig nem olyan bátornak, pedig sorozatunkban, a Bolondos Kalandokban Peti azt csinálta, hogy a creeperökkel TNT ágyúzta ki magát, mert annyira sokat védott a Vanilla. Hát jó, persze, csak itt van. Vanilla van többől. Ezért tud, majd ha gyémántottunk lesz, akkor meg... Ad négyet. Ja. 25 perce megyünk, szóval szerintem még olyan 10 perc, talán, nem? Akár 15 is, hát nem tudom. Mert csak hetente egyszer van, azért úgy beszéltük meg, hogy ezek lehetnek bátran hosszabban. Igen, oké, ott a pont. Tudom, nézők is nekem fölmentem, mert admin vagyok a picsőjéknek a TTG-meseknek a Skyblock ilyen szerverén. És ott is ott írkálják, hogy mikor lesz Divine RPG, mondom, hogy csütörtökön baszod. Mindig csütörtökön van az, baszod. Úgyhogy nézőknek is elmondanám, nem kell baszod írni kérdést a komment szekcióba ezzel kapcsolatban, hogy mikor lesz Divine RPG, mert csütörtökön te van. Én azt hiszem, hogy elmondtam... elmondtam már egyszer egy Fitbase normálba, elmondtam már egyszer egy... és ilyek a másik sorozatomat? Bioshockba is elmondtam, és most is elmondom, hogy minden rész rendszeressége ott van a csatorna leírásomba. Tehát rámentek a csatornámra, és ott van jobb szélem, hogy melyik rész mikor van. Ezt már harmadszor mondom el, és mostantól akit látok, hogy beírja a kommentbe, hogy milyen rész lesz, az... Itt tudom én, nem leszek boldog, na! Úgy nem befenyítetted őket. Igen. Jó, ja. Találtam egy bár... találtam sok bárányt. Szedek gyapjút. Csak csinálnék egy ollót. Vigyek neked? Nem kell, majd home vagyok. Na jó. Az a küklossz nagyon bámul minket. Hát hagyd bámuljon. Bámuljuk mi is őt, na? Tét bámuljuk. Rossz emberek vagyunk. Pem-pem. Mert csak ennyi... mi? Mit mondod? Hova tűnt a üvegem, mert tudom, hogy... Hova tűnt az erdő körülünk, kicsit szétszettük. Én az eBay-től kaptam ezért egy e-mailt. Big Bergen for baby. Save on baby monitors. Monitors. Learn to swim gear and more. End május 30-án. Az pont a szülinapom. Vajak? 16 teszel? Yes. Exactly. Mit kell szülinapodra, kedves szívacs? Hát most mondjam. Aha. Nem. Na, tőlem mit kell szívacs? Nem, amúgy az van, hogy nemrég saját pénzből vásároltam egy csomó mindent, és ezért... Nem, semmi. Kész, meg van oldva. Egyszerű. Mit vettél szívacs? Hát vettem például egy mikrofon, mondjuk az már régen volt. De vettem, aztán vettem egy bajosakot. Aztán... Mit csinálnál a költekezésekből vagy? Vettem egy könyvet, és igen, én olvasok, képzeljétek el. Na, mit olvasok? Kulturális vagyok. Hát, szeretem a sci-fi Twilight fantasy-t. Szeretem a... Twilight! Szóval szeretem a sci-fi fantasy, meg a krimi. Ezek játszanak. Tavaly nyáron olvastam... Kiek azt a nőt? Ja, inkább hagyjuk. Agatha Christie? Igen, Agatha Christie-től a 10 kicsi néger. Az oh, ilyen... Az érettségi tétel, azt majd én nem is mondod. Olvasni. De az a lényeg, hogy ez ilyen 130 oldalas könyv, én két nap alatt végig pörgettem. Egész jó. Azt mondod, megéri. Aha. Most majd meg... a Hamletet kell nekem majd elkezdenem. Nem jaj, az nagyon rossz. Olvastam, nagyon rossz. Tehát... Képzeld azt, hogy 130 oldal az egész könyv, abból így 100 így kihagyható, tehát így nem fontos. Már csak blabla bla az egész. Hát remélem jobban fogom élvezni, mint az izét élveztem. Mi az, amit elsőnek kellett olvastunk, az Odüsszeiát. Tudod, hogy olvastam? Az annyira nem is volt rossz, annyira. Tehát... Én nagyon utáltam, tehát ez a körmenpont, hosszú megfogalmazások, enkúrvára elegem lett belőle, mire hát, fie, a... éreztünk tőle. Én azt mondom, hogy... A Hamlet az sokkal rosszabb. Nem igen. Tudom, hát dráma is, abban legalább több beszéd van, vagy nem tudom.
Hát hiszed? Azt hiszed, hogy az úgy jó? Tehát mondjuk a Hamletben az van, hogyha ki akarnak fejezni valamit, például teszem az alapszituáció, ki akarják azt fejezni, hogy mit tudom én, királyom, megjött Hamlet. Ezt úgy mondják el, hogy királyom, én jelentem neked teljes tiszteletemmel és a házad iránti szolgálattal jelentem neked, hogy házadba érkezett a ma estére vált kiküldetésből megérkezett Szent János, aki mellesleg ennek az anyja és ennek az apja és három gyereke van, akit így és így és így hívnak, és ő megérkezett ennek az anyja és ennek az apja. Körülbelül így néz ki. Borzasztó. Na, akkor a művelődési szakasz akármi rész megvolt a műsorban. A kulturális rovat. A kulturális rovatunkat hallottátok. Harry Pottert olvastátok? Én olvastam mind a hatot. Ami igazából hét, de hét hatot mondta. Olvastam. Mind a hetet elolvastam egy nyár alatt, ilyen napi 3-400 oldalt elolvastam, akkor nagyon belemerültem. Aztán amikor nagyon kicsi voltam, volt ez a Geronimo Stilton, még most se tudom kiejteni a nevét. Ilyen 6 évesen az mániám volt az a kis sorozat, ilyen kis 60-70 oldalas ilyen kis történetek, ilyen patkány családról kb. Wow. Ilyen újságíró, aki ilyen egér, és akkor mindig ilyen. Minden egyes könyvben nagyon részletesen leírja, hogy például, hogyha a repülőn van, akkor hogy szétokádja magát, meg ilyen. Meg hogy a hajótól is mindentől rosszul van, olyan, mindig ott sajnáltatja magát, de nagyon aranyos kis történetek, kiskoromban nagyon élveztem. Igen, történelemből volt az idén még évelején, hogy a tanár azt mondta, hogyha elolvassuk a... kell elolvasni valami történelmi könyvet, akkor kapunk érte egy ötöst. És én elolvastam természetesen. És hallod, olyan részletességgel mondja el, hogy a főszereplő csávó az hogy szokott megdolgozni nőket. De így konkrétan leírja, hogy az a nő olyan büdös volt, hogy vissza kellett tartanom a lélegzetemet, amíg elindult a izé, meg borzasztó. Izé, osztálytársam olvassa a 50 Shades of Grey-t, vagy mit, a Szürke 50 árnyalatát. Ja, igen, az igen. Hú, azt minden este itt izé küldözgeti nekem, hogy most milyen kúrós jelenetet olvas, várjál, mindjárt olvasok fel, de nagyon rossz, halljátok, nagyon borzalmasan rossz. 18-as karikát most tegyük ki. Ja. Találtam egy olyan órát, hogy Twilight Clock. Persze, mert az egy világ, azt hiszem itt. Na, várjál kicsit, izé. Megyek vissza, azt mondja. Na, sokat beszéltem vele azóta, amióta ezeket küldözgette. Na, ja. De az amúgy ez ilyen pine olvasmány, tehát... Itt... Én... Nem sokkal jobb, mint a Twilight szerintem. Tehát a Borderlands. Igen. Tulajdonképpen porno. Korom izgalmas dolgokat csinálok. Mert mi lesz a paddó? A lebegő ágya, király! És működik! Mi az, hogy működik? Miért nem működik? Hát nézd rá az ágy! Működik a lebegő ágy. Artista vagyok. Azon a poén, hogy leesne valami. Lapulevél. Na. Ja, hoztam neked ilyen kis aranyos fákat, tessék. Ó, ez... Jó, köszönöm. Jól jöhet később. Szerintem a cseszteket beviszem, hogy nem tudom, ilyen nagyon... Hogy nézzen ki ez a dolog? Tehát ilyen felfele nagyon, és akkor több szintes vagy? Gondolom, yeah. Mert egyébként nagyon praktikus, hogy építünk egy házat, majd minden fontos dolgot a köré. Például a kemencét és a cseszteket, tehát addig felállunk a háznak a falára. Igen. Éppen ez történt. És kész. Ura. Jó, a többi szintet majd megcsinálom legközelebb, most már nincs kedvem. Még azt megcsinálhatom, hogy... Ilyen pressure peret ide cseszek, és akkor legalább kényelmesebb lesz ennyivel.
Akkor én behozom a furnace-eket. Előbb kiéghetnek szerintem. Alszunk? Ups. 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 Aludjunk már, légy szíves. Oké, okay, jó. Gyertek, én alszok középen. Késő. Na, jól van. Na. Valint, éjszaka úgy éreztem, valaki megfogott. Hát én nem is voltam mellette, szóval én most... Én egy percig nem is feltételeztem volna rólad, csak tudod Bálintról azért. Hogy nem mondjam. Tudod, ő nem az a fajta, aki meg tudna állni, hogy ne nyúljon hozzá más. Meg tudna állni, de szerintem... Csak szerintem volt ironikus most ez a mondat. Na jó, akkor szerintem fejezzük be, már 36 percnél járunk. Csendben van, azt behozom a cseszteket. Úgy, Jézusom, kimondtam, hogy fejezzük be, mindenki egyszer elkezdett dumálni. Várjál már még az ideje. Oké, jó, várok, jó. Csesztet hova? Hát, már nem találom, majd megkeresem, hozom. Inkább még csináljunk valamit, és aztán fejezzük be. Hát nem, jó, mert már 36 percnél járunk konkrétan. Jó van, akkor még zavarok egy kicsit. Te miért szállsz a levegőben amúgy? Most már Én ugyan nem. Na mi az? Mindenki, hogy álmában tudjon craftolni, vagy ez mi? Uh-huh. Petikén. Álmatlan éjszakák. Craftoljon mindenki. Valakit, valamit ajánlok egy párnál. Ja, valaki olvas el, olvas előtt, mi craftolunk. Ja. Na jó, hát akkor jövő héten találkozunk. És köszönöm a figyelmet, bye! Jó, nehogy, tuk. Nehogy! Na jó. Oké, bye! Nem szabad! Na, de szívasod, nem tudom, csak... Na, ennyi, sziasztok! Sziasztok! Hát én már rég leállítottam, de... Hát ez mit számít? Take a trip to my house.